Valkó polgármesterével Szilárdóra egyeztettem a település helyzetéről, fejlesztési elképzeléseiről, és polgármester úrral örömmel állapítottuk meg, hogy az elmúlt időszakban ide a településre, viszonylag kis településre több mint 700 millió forint fejlesztési támogatás érkezett. Ez egy nagyon jó dolog, és én bízom benne, sőt biztos vagyok benne, hogy ez a folyamat folytatódni fog. Ezen fejlesztési forrásoknak köszönhető például, hogy a település egyik régi vágya teljesült azzal, hogy a felszíni vízelvezetés teljesen felújításra került és megújult, megoldott lett ez a régi probléma. Szintén a betelt utak építése is folyamatos volt, mint egy 8 kilométer hosszan készültek el az új utak, és ezzel párhuzamosan a járda építkezés is folyamatos. Megújult részben, illetve folytatódik a megújítása a Szent Mihály Katolikus templomnak, ugyanez a helyzet a község temetőjével kapcsolatosan, szinte teljes egészében megújult az egészségügyi intézmény, az orvosi rendelő, itt Valkó területén, illetve az óvodáról is ugyanez mondható el. Sportlétesítmények, a község életében kiemelt szerepet játszik a sport, szintén megújításra kerültek. Ami jelenleg aktuális dolog, az úgynevezett régi iskola, illetve tornaterem, közösségi ház energetikai felújítása, ez most van folyamatban, és reményeink szerint ez is hamarosan el fog készülni, és utána már csak abban bízunk, hogy a járványhelyzet megoldása után ezeket a megújult létesítményeket át is tudjuk majd adni a település lakosságának. Vigyázzunk egymásra, hajrá, Valkó!